Sziasztok! Ma egy olyan gyakorlatot fogok bemutatni, illetve szeretnék bemutatni, ami azt gondolom, hogy egész jól segítheti azt, hogy a lövő megtanulja gyorsan és stabilan elhúzni az első többillentyűt, mert ugye gyorsan bárki el tudja, itt a lényeg az, hogy mindig stabilan ugyanazt a formációt tudja reprodukálni a lövés. Közben ugye a következőképpen fog kinézni, ugye a célpontra ráirányíthatom a fegyveremet, az irányzékot rendezem a célponton, a célponton már jól megszokott 15 centis kör, benne középen a fekete pöttyel, tehát a pöttyre fogok célozni, ujjamat beleteltem az első több billentyűbe, fölfeszíthetem hátsó holdponti helyzetig, és amikor a jelzés érkezik, akkor abban a pillanatban el kell sütnöm a fegyvert. A jelzést most a lövészóra fogja adni, ez a Z7000-es rádiós óra, hogy lehessen látni, és ne nekem kell mindig bemondogatni az eredményt, ezért ezt a LCD kijelzőt fogjuk használni, ezen azért elég nagy kanyi nagy számok vannak, ezt mindenki látni fogja. Úgyhogy ez lesz majd az etalon. Ugye az első feladat ez lesz, amit említettem, a második feladatnál a fegyvert már nem emelhetem szemmagasságig teljesen, tehát le kell engednem szemmagasság alá, tehát hogy ne legyen lehetőség az irányzékot helyesen rendezni, újat a billentyűre, befeszíteni holdpontig, és ahogy a óra adja a jelzést, abban a pillanatban elsütjük. Igazából ez egy kicsit bonyolultabb feladat. Itt már azt gondolom, hogy mondjuk az 5 méteres távolságból már nem feltétlenül gondolnám, hogy ha nem célozhatunk, akkor elvárás, hogy a fekete pöttyöt találjuk elő közepén. Én azt gondolom, hogy ha már a 15 centis körön belül bent vagyunk, záros határidőn belül, akkor már ez a feladat is elérte a célját. A harmadik feladat, amikor a fegyver töltve van, eltesszük a tokba, kezünk a test mellett lóg, ez egy tipikus versenyfeladat. Sípjelzésre előveszik a fegyvert, és ugyancsak az 5 méteres távolságból erre a célpontra adjuk le a lövéseket egyesével. Itt is remélhetőleg azért a zöme benne lesz a 15 centis körön belül, illetve a legvégén pedig ugye a fegyver töltve lesz, eltesszük a tokba, kezet fölemeljük, csuklókat egészen a fejmagasságig, hogy ezt a múltkor már kiokosított az egyik versenyző barátom, hogy ugye az a szabályos, hogyha csuklók a fejmagasságig mennek föl, tehát abból a pozícióból indul a feladat, óra sépjelére, fegyverrántás, kiszúrás előre, és megint csak meg kéne próbálni záros határidőn belül betenni a lövéseket ugye ebbe a fekete körbe. Ugye az első két feladat, de leginkább az első az, ami igazából ráérezteti a lövőt arra, hogy hol van az a holdpont, ahol az első több billentyű tovább húzása már lassan az elsütést fogja okozni. Hát erre mindenképpen rá kell gyúrni, aztán meglátjuk. 15 lövéseket fogok leadni feladatonként, nem többet, szándékosan nem is gyakorlok rá, pontosan azért, hogy most estem be nemrég a lőtérre, hogy lássuk, hogy ilyen félálomban még mit tudok, ugye korán van, mihez képest, mondjuk 9 óra, de hát ha az ember szabadságom van, akkor az mondjuk koránnak számít. Meglátjuk.
Na, hát értékeljünk. Ugye az első feladat, amikor célozhattam, hát 5 méter távolságból azért olyan nagy gondot nem jelentett, hál' Istennek, hogy eltalálgassam, tehát igazából mindegyik lövés gyakorlatilag, ha nem is telibe, de azért súrolta a másfél centis fekete pöttyöt. Hát az idők viszonylag mondhatjuk, hogy elfogadhatóak. Lehetne még csiszolgatni rajta, de hát mindegy, majd ez kiforja magát. Nézzük a másodikat. Amikor célzás nélkül kellett a lövést leadni, helyen közel azért ott voltak a találatok. Van egy viszonylag alacsony lövés, ami viszi a vonalat, tehát ugye az nem hiba. Ellenben itt fönt van egy elkószált lövés, 11 órába. Hát igazából ennek az oka igen egyszerű. Hát, ahogy elindítottam az órát, ugye 3 másodperc állt rendelkezésemre, hogy beigazítsam nagyjából a cél irányába, előfeszítsem a billentyűt és várjam a sípot. Hát itt egy picit tököltem, és hát nem volt tökéletes az elsütés. Nagyjából nem is volt ott a célponton teljesen a fegyver. Elkószált. Hát ez benne van a pakliba. Nézzük, amikor topból kellett lőni. Hát zömmel itt is benne vannak a találatok. Egy picit alacsonyak, de benne vannak. Illetve egy lövés elkószált a 15-ből ide oldalra. Ugyan, amit beszéltünk, hogy ha alacsonyan vannak a találatok, akkor az jó eséllyel, ugye belerántási hibának minősül. Hát alapvetően be van a célterületen belül, tehát mondjuk hibának nem mondanám, de mindenképpen tanúságos, hogy a lövések lefelé mentek. Tehát amikor ugye ilyen tempósan próbál lőni az ember, akkor általában igyekszik felgyorsítani az elsütő billentyű elhúzását, és emiatt ugye hát a belerántási hibának megnő a esélye. Hát benne van, de kicsit alacsonyan, elfogadjuk. Itt az egyik lövésnél, itt konkrétan ugye az volt a probléma, hogy az irányzék nem lett rendesen rendezve, ugye mit csinál a lövő, hát gyorsan akar lőni, mert hát gyorsan akar lőni, és természetesen, hogyha úgy sütjük el a fegyvert, hogy az irányzék nincs tökéletesen rendezve a célponton, akkor hát ne nagyon várjuk azt, hogy el is fogjuk találni, hát itt pontosan ez a hiba adódott, de hát ugye erre van a gyakorlás, hogy kiküszöböljük. Itt az utolsó feladatnál, ugye, amikor fel kellett tenni a kezet és úgy kellett a lövést leadni, itt is azért úgy zömével benne vannak a találatok a célzónába. Itt van egy lövés, ami ugye viszi a vonalat, mondjuk felezi, úgyhogy az még megadható. Ellenben itt alul a papíron van egy csúnyaság, hát egy kicsit alacsonyra sikerült a lövés. Ha most úgy visszakérdeznék, hogy mi az alacsony lövés oka, akkor szerintem már viszonylag sokan rávágnák egyből, hogy belerántási hiba. Igen, itt is ez történt, egy igen egészségeset sikerült belerántanom. Valószínűleg ugye az volt a probléma, hogy az elővételnél nem is volt tökéletesen a kezemben a fegyver, illetve gyorsabban húztam el az elsütő billentyűt, mint ahogy az kellett volna, és ugye itt már nem egy gyors préselő mozdulat következett be, hanem egy rántási mozdulat, ez pedig azt eredményezte, hogy a nyomorult kiment alulra. De mindent összességében azt gondolom, hogy egy-egy hiba belefér, főleg a gyakorlásoknál. Hát ha meg mondjuk valaki még verseny közben is max egy-egyet hibázik, akkor szerintem különösebben nagy baj nem lesz. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű gyakorlatokat mindenféleképpen érdemes gyakorolni. Mint láttátok, nem egy nagy lőszer felhasználása van, ellenben olyan szinten oda kell figyelni a végrehajtásnál, hogy hát gyakorlatilag azért jól kiporszívózza az ember agyát. Minden esetre én azt érzem, azt látom, illetve akik ezt gyakorolják, azokon azt látom, hogy elég gyorsan fejlődnek, és viszonylag rövid idő alatt.